Falunapot rendeztek Barbacson. A rendezvényen Abdai Zsó polgármester köszöntötte a résztvevőket és ismertette a falunap programjait. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Magam és képviselőtársaim nevében is a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Rábakuzi horgásztalálkozón és falunapon, amely már a hagyományá vált, hogy nyár elején megrendezésre került településünk. Több szempontból is különleges ez a nap. Egyrészt azért, mert olyan alkalmat teremt, ahol együtt lehet falu apraja, nagyja. Egy olyan ünnep, ami nem munkával, hanem szórakozással telik. Szükség van ilyen közösségi ünnepekre is, hiszen ahogy a mondás tartja, az élet ünnep nélkül olyan, mint egy hosszú út pihenő nélkül. Különleges alkalom ez abból a szempontból is, hogy van egy olyan időpont a falu életében, amire lehet várni, vágyni, amikor mindenki a mindennapi mókuskerékből kiszáll, beszélget, szórakozik, és az a legnagyobb gondja, hogy nincs gondja, és jól érezze magát. Reményeim szerint sokan tekintik úgy a falunapot, mint a megnyugvás, megbékélés és a újrakezdés idejét. Ilyenkor a Barbacson elszármazottak is hazajönnek, meglátogatják rokonaikat, kikapcsolódnak. Falulakói is összejönnek, leülnek, beszélgetnek és szórakoznak. Nagyon fontos dolog ez, hiszen együtt élünk és összetartunk. Közösen élünk át nehéz és szép pillanatokat is. Olykor vitázunk egy kicsit, de ez az élet sója, amely ahhoz kell, hogy észrevegyük azokat a pillanatokat is, amikor segítünk egymásnak, ha baj van. Amikor beszélgetünk egy kicsit az utcán, hogy éreztessük egymással, hogy gondolunk rá és törődünk vele. Különbözőek vagyunk, de van bennünk egy közös pont, az, hogy mi barbacsiak vagyunk. És barbacsiként mindannyian kiveszünk a szerepünket a közösségi életben. Építjük, szépítjük otthonunkat, vagy éppen közösségi munkát végzünk. Segítjük az iskolások és az óvodások munkáját, akik fellépéseik alkalmával köszönik meg ezt a szülőknek. Vagy említhetném a templomba járókat, akik hétvégenként feldíszítik a templomot és elmennek szentmisére. Vagy említhetném a sportolókat, akik rendszeresen gondoskodnak róla, hogy vasárnap délutánunként a futball szerető közönség kimozduljon és egy kicsit élvezze a jó időt és a társaságot. Az év minden napján megvan a lehetőségünk arra, hogy találkozunk ismerőseinkkel, azonban ha máskor nem is a falunapon, biztosan tudunk egy jót mulatni és elfelejteni a mindennapi gondokat. Bízom benne, hogy a felszokottól vonultatott színes programokon jól érzik majd magukat, találkoznak barátaikkal, és kellemes órákat eltöltve, kicsit megpihenve, újult erővel folytathatják dolgos hétköznapokat. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik akár anyagiakkal, akár áldozatos munkájukkal lehetővé tették azt, hogy ez a mai ünnep megrendezésre kerüljön. Kívánom azt, hogy ez a falunap pedig, amelyet most megnyitunk, legyen ennek a közös otthonnak az ünnepi asztala, amelyet mindannyian körülülhetünk. Jó szórakozást kívánok, jó étvágyat a finom ételekhez, sok sikert és boldogságot a közös életünk építéséhez. Jó szórakozást kívánok! A rendezvényen fellépett többek között a Bogyosztói Rábakoznőttánc együttes. A műsorból láthatnak részleteket.